Sziasztok drága barátaim, Mikóci Ferenc vagyok, újra eljött a csütörtök, ismét egy gyors villám tanítással készültem. A mai témánk a négylépéses módszer a problémáid megoldásához. Hogyha neked az életben nincsenek problémáid, akkor most ez a kis videó nem neked szól. De én úgy gondolom, valahol mindannyiunknak valamilyen szinten vannak kihívásaik. Vannak olyan helyzetek, amiket sajnos nem tudunk megoldani, vagy nagyon nehezen tudunk megoldani. Úgy, ahogy a inger küszöbünk is más-más, úgy a probléma megoldó képességünk is mindannyiunknak más szinten van. Én azt tapasztalom, hogy bizonyos ponton túl, mikor már egy nagyon nagy nehézség van a váladon, és folyamatos frusztráltság, zavar, kétáj uralkodik el rajtad, ez megtöri az önbizalomadat. Azért minél jobb és minél hasznosabb a problémát azonnal kezelni. Tehát ezzel kapcsolatban is légy rugalmas. Ne vár, hogy majd magától megoldódik, vagy valamilyen szerencse formájában eltűnik az életedből. Nem. Ki kell lépned, és tenned kell érte. Hoztam egy nagyon gyors módszert, amizen végig tudsz futni, Galen Litfield-nek a módszerét, mely négy lépéses folyamatban felvázolja neked azt, hogy mik azok a lépések, amelyeket ha megteszed, akkor a belső lelki nyugalmadat vissza tudod hozni. Első és legfontosabb a kiinduló hogy határozz meg, hogy min idegeskedsz. Tehát mi az a probléma, ami benned zavartságot, feszültséget, ingert, félelmet okoz. De légy magadhoz őszinte. Ezeket a négy kérdéseket, hogyha még hatékonyabban akarod elvégezni a feladatot, akkor egy fehér papíron és kék tollal írt ki magadból. Ez exponenciálisan növeli hatékonyságot. Mégpedig azért, mert mikor írsz, DNS szinten sokkal több idegpályás sejt épül, és fizikailag ott van veled. Ez be van bizonyítva. Tehát fehér papír, kék toll. A második, mit tehetek? Írd le az összes opciót, még azt is, amire azt gondolnád, hogy ez biztos nem fog bejönni. Írd ki magadból. Majd mikor kírtad magadból, a harmadik lépésben választ ki az összes közül, melyik az, ami úgy Isten igazából megérintett. És mi az, amit csinálni fogsz annak érdekében, hogy ez a probléma megoldódjon. Ez már picit nehezebb lépés. Itt már elakadások szoktak lenni a kiválasztásnál. De a legnehezebb lépés a negyedik. Mikor kezdesz hozzá? Mert többnyire mindig halogatunk. Mindig megvárjuk, még valami nem feszül túl, nincs túl a húron. Csak sajnos a húr előbb vagy utóbb elszakad. Ezért kezdj hozzá ma. Lehet, hogy kényelmetlen lesz valakit felhívnod, mert már rég beszéltél vele, és ő kimondottan a harmadik részben, ő a problémát segítője lehet, vagy esetleg valakit fel kell keresned fizikailag, vagy valamilyen kényelmetlen helyzetbe kell kerülnöd. Nem tudom. Nézd most magadba. De a három Első ponton kívül, ha a negyediket nem teszed meg, nem fog történni az égvilágon semmi. Ha kilépsz, az ad neki egy löketet, hogy proaktív vagy, hogy teszel érte, hogy érezhető belülről is az, hogy te neked ez fontos. Ne hagyd azt, hogy az önbizalom hiányod, Folyamatosan egyre nagyobb teret kapjon. Mert abba, hogy te előbb vagy utóbb kételkedsz és beengedsz valami rossz gondolatod a fejedbe, és ráteszed a fókuszodat, ráteszed a figyelmedet, le fog húzni szép, lassan az érzelmi spirálon. És mivel vagy az unalom, vagy még alatta nem tudsz teremteni. Nem tudsz fizikálisan az éterből behúzni magadnak olyan helyzeteket, olyan embereket, olyan körülményeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a problémád, vagy a kialakult helyzeted megoldódjon. Tehát a harmónia szintet fent kell tudni tartanod. És azt úgy tudod fenntartani, hogy folyamatosan kiírod magadból. Ez ad egy belső megnyugvást neked garantálom, próbált ki, csak egyszer írd ki magadból. Egyedül legy, ne engedd, hogy zavaró körülmények legyenek, hogyha hatásosabban akarod, akkor gyújts egy gyertyát is. Fehér papír, kék toll, és írd ki magadból összes zavaró tényezőt. Én ezt tudom neked tanácsolni, ez volt a gyors kis videónk a négy lépéses módszerről, amit Galland Litfield módszere, ő neki nagyon bevált, és nagyon sok vállalkozó és embernek tanácsolja, akár magánéleti problémára is, hogy ez sikerül a nagy vihart kivinni az éterből. Köszönöm, hogy itt voltál, és hogyha tetszett a videónk, kérlek küld tovább, Neked csak egy kattintás, barátaidnak, ismerőseidnek, akár egy gondolat is belőle, vagy akár ez a kis lista is sokat tud segíteni. Namaste.